Tetszik tudni, 26 évenként, április végén, péntekenként csinálok egy videót az iskoláról. Igen? Minden, igen. Jobban Zolikán, várj meg amit is, jó? Igen. Megvárom mindenképpen. Jó? Én megyek el. Mert pontosan 26 évvel ezelőtt, az utolsó Csernobil előtti pénteken jöttem így körbe. Aha. És akkor is rajta tetszett lenni. Igen. És akkor igen. Majd 26 év múlva megint körbejárok, és akkor így ez ilyen hagyomány lesz. Meglátjuk, hogy mennyit fölgettünk. Igen. Látjuk az idő múlását, ugye Zolikám? Igen. Igen. Úgyhogy... Na, merre menjek? Hát így jobb, mert az előbb ellenfény volt, így mások ja, jobb. Igen. Jó, hát köszönöm szépen. Hát én is köszönöm. Körbenézek, a mosoda is változott negyed század alatt egy kicsit. Hát igen. Már nem az a két kád van, meg az a... Ja, igen, emlékszem, amikor az a gyönyörű szép mosókonyha, igen, az a mosókonyha. Az egyik blogbejegyzés az interneten arra kérdezett rá, hogy megvan még az a mosógép, mert nagyon érdekli, hogy milyen típusú, és hogy volt az a... Ja. Mert ilyen mosógép szerelő, és ilyen nagy rajongó. Mosógép, mosókonyhában nem mész be? De, mindenhova. Ja, mindenhova. Ugyanúgy pincétől a padlásig, úgy, mint 26 éve. Jó, és mikor lesz lejátszva az Az interneten fönt lesz, úgy, mint az előző. Úgyhogy bármikor majd megnézhető. Körülbelül jövő hét, vagy azután. Ja, most itt vannak a mosógép. Igen. Aha, most ilyen picikék. Szerintem régen is itt volt, nem? Ma igen. Pont itt volt, igen. Pont ez volt. És az volt a szállító. Így van. Pont itt. Igen. Itt volt a két kád. Ja, én már csak volt két kád. A mosógép egyébként ott volt, ahol most a szekrény körülbelül. Igen. De hát nem ilyen kis vackok voltak, hanem az a nagy ipari mosógép. Ezek már legújabbak. Igen. Tényleg ez pont így itt volt, ez azért jó, mert innen akkor látszik, hogy ott az óvodaépület, hát egy kicsit más a bejárat is, meg az átjárat is. Igen. Ja, igen, ez a kis... Igen, most ez van a raktár helyett, mert ugye a raktár fönt volt ott, ahol most az éjszakás van, a 17-es. Ez nem a raktár helyett van, csak az ágynemük van. Ja, itt csak az ágynemük van. Mert a... Ja, így van a tornateremnél van, ugye a raktár? Igen. 26 évvel ezelőtt is fönt van az... Hogyne, természetesen. Igen. Persze. Persze, rajta. Na és hogy lehet az... Leírom, jó? Leírom. 86 áprilisában, amit fölvettem, az ott van. Igen. És akkor így. 88. Az 88-as az az önök kérték, a 86-os az az első fölvétel az iskoláról. Igen. Hát akkor délben csináltam, hogy dél körül jártam körbe, most délelőtt, mert ja, még fent volt. Mi kell intézkednem. Mindenki csinálta a kávét akkoriban. Még fönt voltunk akkor a varodába. Igen. Irénke is, Ica. Így van. Régi szép időt. Igen, és van itt most már ilyen külön zuhanyzó. Ez a fürdő. Már azért negyed száz alatt fejlődtünk, mert tornaterem is lett, tetőtér is lett. Ja, azért igen. Úgy menet közben nem veszi észre az ember annyira, hogy mint igen. Így sok év múltán. Igen. Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm. Picit videóba? Mert 26 évenként csinálok egy felvételt az iskoláról. És már így a pincétől a padlásig. Mindenről. Igen, szép lesz. Igen, mert 26 évenként csinálok egy videót az iskoláról. 26 évenként? Igen, mert 1986. április 25-én csináltam egy felvételt. Igen. És akkor most éppen 26 év telt el azóta, és ugyanúgy április utolsó pénteke van. És majd csinálok egyet szintén 26 év múlva. Jöjjön. És akkor úgy össze lehet hasonlítani pincétől padlásig az iskolát. Hogyan változott, mi lett, mi alakult, mi változott. Úgyhogy...
Köszi szépen! Hello, hello! Nem, pontosan a szereplőkkel együtt. Huszonhat évvel ezelőtt is ebbe az irodában. Szia! Mikor bejöttem, akik akkor éppen itt dolgoznak. Ez egy új hagyomány lesz. 26 évenként. Szia! Ő leszek mindenkit. Akkor tudod, hárman dolgoztak itt, nem volt számítógép. És hát azok közül már senki sem él sajnos. De van nálam is egy zsák. Halló, halló! Hagyja, mit van? Maradhat, köszi! Na. Most éppen te vagy a portás. Ötödikes vagy? Igen. Na, 26 évvel ezelőtt is éppen ötödikesek voltak a portások. Mikor videóztam először itt az iskolában. Szerbusztok, szép. Szia. Bocsi, Ági, egy picit videóznék itten, jó? Mert 26 évenként szoktam, tudod, és ezért, hogy itt fölveszek olyankor mindent a pincétől a padlásig, sőt, 26 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, pont ugyanebbe a tükörbe ugyanígy fölvettem saját magam is. Vagy ha nem is, akkor 88-ban biztos az önök kértékben. Ezt akartam mondani, hogy tényleg el a füstetek. És ott dolgozik. Integes a padlónak, mert éppen filmezik. Ha 26 évenként tudod, körbe megyek egyszer a suliba, és most mindent fölveszek pincétől a padlásig. Csillóidivel beszélek, azért mondom, hogy integesen. Na, hát akkor benne legyen a telefonban az is, hogy éppen ő. 26 évvel ezelőtti felvételen is éppen ő van itt péntek délután. Mindegy, akkor szerdán kell folytatni ezt. Azóta a címer is más. Szervusz! Sziasztok! Bocsika, de 26 évenként egyszer körbe videózom az iskolát. Nem járulok, Zoli! Nem járulok hozzá! Akkor majd kivágok! Talán a tanári változott a legkevesebbet 26 év alatt. Minden nagyon sokat változott. A tanári az nagyon-nagyon hasonló. Az asztalok ugyanazok. Még a székek is. Az ugyanaz, így van, az is. Talán a szekrények voltak másod, az se biztos. Már én 20 éveit vagyok. Bocsánat, elnézést kérek, egy pillanatra zavarnék csak. 26 évenként fölveszem az iskolát, vagy pincétől a padlásig, és most éppen eltelt a 26 év, mindig április utolsó péntekén. Most nem sokan vagyunk, mert a fele ilyen. Igen, erdei iskolában vannak. Hol is vannak erdei iskolában? Valami gépírás.
Gárdonyban. Aha. Jó. Szándékai szerinti változtatásra cenzúra 1956-ban pedig Hannibal tanár úr címmel felel. Filmre vitték. 1950-ben ismerkedett meg Szegeden Pósa Lajosra, aki az ifjúsági irodalom felé fordította26 évesen körbe videózom az iskolát, és ma van a péntek délután, ugyanúgy 86-ban volt. Igen. És ezért így körbe megyek pincétől a padlásig, és mindent fölveszett, mi változott. Majd kimegyek. Jó. Kislány a folyosója, és az előttér. Hello, hello, szia, szia. Pillanatra bevideózok, jó? Mert 26 évenként körbe szoktam videózni az egész iskolát, pincétől a padlásig, és mindent fölveszek, ami éppen akkor, ahogy úgy van. Mit csinálsz, tanulsz? Most csak kímérezgetsz? Már ez az utolsó hát, amit jó. Utolsó napja a ballagás előtt? Nem, hát van jövő hét vizsgák. Ja, vizsgák, aha. Jó van, hát tovább jó munkát, elvallom. Szia, Tibor! Ez egy új munkahely a portásfőke. 26 évenként körbe videózom az iskolát. Ma telt le a 26 év, úgyhogy megint aktuális. Azért mindenkit megpróbálok fölvenni. Amit éppen csinál, meg amit éppen történik. Körülötte is vele. Majd a hakarchívon fönt lesz.
Fanni, add ide azt a telefont. Igen. Szerkusztok. Nem, most ebben a pillanatban nem. Köszönöm, hogy megtaláltad!